Zene nélkül nincs teljes ember, írja Kodály Zoltán. Általános iskolánk és művészeti iskolánk célja, hogy a teljes ember igényét elindítsa a gyermekekben. Megismertesse velük az éneklés, a táncolás, a kézművesség örömeit és szépségeit, hogy lelkileg kiegyensúlyozott gyermekkort élhessenek meg. Nagyon fontosnak tartom ezt abban a világban, ahol a hangsúlyok áthelyeződnek más irányba. A művészet erejét megélni csodálatos dolog. Ezt szeretnénk átadni a hozzánk járó gyermekeknek. Kodály Zoltánt idézem ismét. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. A művészeti jelleg az azt jelenti nálunk, hogy a Nagy Nádasdi Művészeti Iskolának vagyunk a része. Ez több előnyel is jár. Az egyik ilyen előny, hogy eleve heti 4 órában tanulják a gyerekek az ének tantárgyat. Ez független attól, hogy melyik osztályba kerülnek. Illetve a délutáni idősávban a művészeti tárgyakat, képzőművészetet, illetve néptáncot választhatnak már a beiratkozáskor, és ezt is heti 4 órában tanulják. De ez délután. Nagyon nagy előnye az iskolának, hogy itt helyben hangszeres zenét tudnak tanulni, illetve szolfés oktatás is folyik. Én úgy gondolom, hogy a mai szülők a rohanó világban örülnek annak, hogyha nem kell elvinni máshová a gyerekeket, hanem itt helyben tanulhatják ezeket a tantárgyakat, vagy tárgyakat. Hát olyan elsősöknek ajánljuk ezt az iskolát, akik egyrészt már gondolkodnak abban, illetve a szüleik abban gondolkodnak, hogy esetleg művészeti pályára lépnek, de nem is ez a fő cél, hanem az, hogy művészetet kedvelő, szerető gyerekekké, felnőttekké váljanak majd a későbbiekben. Természetesen értesítést is kapnak a szülők arról, hogy felvettük a gyerekeket, ez március vége, április eleje, mert februárban türelmetlenkedni szoktak, tehát ez a képességfelmérés folyamatos, hiszen egyesével nézzük meg a gyerekeket, tavaly 2-szeres túljelentkezésünk volt, tehát több mint 100 gyereket néztünk meg. Ez azt jelenti, hogy hetente egy alkalommal délutánonként tartjuk ezeket, úgyhogy türelmet kérek, mire tájékoztatást kapnak, hogy ki az, akit felvettünk, ki az, aki várólistán van, és ki az, akit elutasítottunk. Utána május végén szokott lenni egy szülői értekezet, ahol már az iskolánk gyermekeinek szülei kapnak tájékoztatást a további teendőkről, miket kell megvásárolni a nyár folyamán. Az idei tanévtől már nem csak német nyelvet tanulhatnak a gyerekek nálunk, hanem angolt is. Felmenő rendszerben 4. osztálytól indítottuk be ebben a tanévben az angol nyelvoktatást. Az egyik osztályunk angolt, a másik pedig németet tanul. A mostani elsőseink már úgy jelentkezhetnek, hogy tulajdonképpen már tudni fogják, hogy 4. osztályban mit fognak tanulni. Egyre több tanulónk jelentkezik a kisképzőbe, illetve különböző művészeti szakgimnáziumokban. És úgy gondolom, hogy ha egy művészeti nevelést kap 8. osztályig, és itt a művészeti iskolából indul el, azért az nagyon nagy előnyt jelent a gyerekek részére. Akár egy konzervatórium, akár egy kisképző, akár egy divattervezési szak, bármelyik szakgimnáziumban, nagy előnyt jelent, ez biztos. Nálunk azért elég nyitottnak érzem az iskolát. Ugyan napi szinten nem jöhetnek be hozzánk a szülők, de mégis amikor programunk van, akkor belátogatnak hozzánk itt a zenei világnak, a színházi napok, a mártonnapi felvonulás, vagy bármi nyílt órák. Beengedjük őket, igaz, hogy limitált létszámba, de mégis azért bejöhetnek, és azért itt üdvözölhetjük őket, és ennek nagyon örülünk különben mi is, hogyha belátogatnak hozzánk. Hát öröm ide bejönni úgy tanítani, hogy így hallani a tantermekből a gyönyörűen éneklő gyerekeket, teljesen ilyen filmbe illő. Csodás látni azt, hogy a gyerekek zeneileg és rajzos, festészeti vonalon milyen magas szintre érkeznek meg. Az iskolába lépést meg kell könnyíteni nekik azzal, hogy legyen egy köztes lépcsőfok, mert azért az óvodából nehéz iskolába csöppenni, ezért az első évfolyamon, főleg az első fél évben gyakorlatilag a beszoktatás folyik az, hogy megszokják azt, hogy hogyan is kell iskolásnak lenni, hogyan is kell nyugton ülni. Ezért egy olyan 10-15 percenként mindig van egy olyan feladat, amikor álljon föl, guggoljon le, tapsoljon 3-at, tapsoljon 1-et, többet,
szaladjon ki a táblához, menjen vissza a helyére, és hát ezzel próbáljuk így a átmenetet megcsinálni az óvoda és az iskola közt. Úgyhogy a szülők ezzel tudnak a legtöbbet segíteni, hogyha most hagyják óvodásnak lenni, viszont mozgassák a gyerekeket. 2016 óta tanítok itt a Nádasdi iskolában, ugye ez már a 7. évem. Fontos az a légkör, hogy szeretetben tudjunk együtt dolgozni, tehát mindenképpen fontosnak tartom, hogy amikor megismerkedünk, akkor egyrészt egy nagyon jó osztályközösséget hozzak létre, valamint velem is nagyon jó kapcsolatot alakítsanak ki, illetve alakítsunk ki közösen együtt. De az én hitvallásom is úgy mond, hogy a gyermek az maga a kis madárka, a teste, és a két szárny az egyik oldalon a szülő, a másik oldalon pedig a pedagógus, és hogyha ugye a madárkának az egyik szárny egy kicsit megsérül, akkor nem fog tudni repülni, illetve kevésbé hamarabb elfárad, vagy esetleg leesik a földre, és ott ugrabugrál. Viszont hogyha mind a két szárnya egészséges, és egyszerre röpül, és egyszerre mozdul, akkor bizony jó magasra tud röpülni. A szülőknek azt tanácsolnám az elkövetkező időszakra, hogy minél többet legyenek a gyerekekkel, beszélgessenek velük, engedjék őket ki a szabadba játszani, fáramászni, ha nincs fa, akkor a játszótérre mászókázzanak minél többet, rohangáljanak a szabad levegőn, hiszen ez az idegrendszert úgy fejleszti, akár egy fél év alatt is, hogy sokkal többet ér, mint hogyha a vett munkafüzetekben oldanak meg, akár az óvodában, akár otthon leültetik. Azt nem szeretik a gyerekek, hogy na már megint ezt kell csinálni. Sokkal többet ér, én azt gondolom, hogyha beszélgetnek, ha játszanak otthon a gyerekekkel, ha nincs lehetőség kimenni, akkor társasjátékozzanak. A társasjáték a szabálytudatot nagyon szépen kialakítja a gyerekeknél, ami nagyon fontos ahhoz, hogy ugye be tudjanak illeszkedni az iskolai életbe. Én szeretek csoportban dolgoztatni, páros munkában dolgoztatni, nagyon szeretik a gyerekek, de akár órán belül különböző munkaformákban dolgozunk. Ez a harmadik tanév, hogy kizárólag éneket tanítok, és a második tanév, hogy csak alsó tagozat van. Énekkora minél kisebbek, annál inkább változatosan zajlik, minél több mozgással, illetve ezek a mozgások arra is irányulnak, hogy a mozgás koordinációjukat fejlesszék, illetve az új elemek belekerüljenek, hogy a testükkel is megérezzék, akár a ritmus, akár dallami elemeket. Az elsősök gyakorlatilag egy hónap alatt tanulnak meg szerepelni, fegyelmezetten szerepelni, mert a Zenei Világnap alkalmából minden évben rendezünk hangversenyt az alsó tagozat számára. Tehát aki zenét tanul, komolyabban tanul zenét, az a más tantárgyakban is kiemelkedőben tud teljesíteni. Ezt nagyon komoly kutatótások megállapították már. És a közösségi élményhez is nagyon sokat tesz hozzá, mert egy kicsi elsősnek is oda kell figyelni a másikra, hogy egyszerre mozogjon vele, egyszerre mérőzön, egyszerre énekel, hogy hogyan kell fölállni egy énekes játéknál, ne lépjen a lábára, ilyen kis egyszerre dolgok, de az egymásra figyelést nagyon-nagyon fejleszti egy-egy ének zenei foglalkozás. Én már, amikor idejöttem, akkor is ez érdekelt, hogy a picikékkel, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokáig csak kicsiket tanítottam, mert valahogy nagyon hozott, hogy a legkisebbekből mit lehet kihozni, és akkor most egy, hát valószínűleg pár éve, már az is már vagy 8 vagy 9, hogy nagy csoportjaim vannak, és akkor ez egy ilyen nekem kihívás volt, hogy nagyokat készítek fel, és hogy akkor ők már innen tovább mennek, viszont jött egy ilyen vissza, hogy innentől még érdekesebb lehet, hogy akkor a kicsik mit kaphatnak, mire felnőnek, szóval így vissza újra érdekes lett a kicsiknek a tanítása egy másik szempontból. Én nekem az a legfontosabb célom, hogy amit csinálunk, azt nagyon élvezzük, mert ha csak ebből lehet tovább menni, és a legvégére hagyom azt, amikor már nagyobbak, hogy a stúdiumot, ami ahhoz kell, hogy őket fölvegyék, de azt nagyon végére, hogy mert hogy ez egy gyakorlás, az egy többször ismétlés. Az óra az általában, mivel a kicsiknél tudnám ezt mondani, hogy meséből indul ki, vagy valamilyen mesés történetből, vagy valamilyen játékból, mindenképpen valamiből, és akkor ezt visszük tovább hosszan.
Nagyon szeretek térben is foglalkozni, na most az utóbbi időben teljesen eltűnt a Covid miatt, hogy akkor el is kezdtünk valamit, akkor otthon voltunk, akkor nem csináltuk, úgyhogy csupa ilyen félbehagyott munkák vannak, ami nem valósult meg, de most például újra tudunk egy ilyen pop-up, tehát egy ilyen nyitható könyv, vagy nyitható tereket próbálunk létrehozni a sík és a tér viszonya, mert úgy gondolom ahhoz, hogy ők térbe lássanak, ezt térbe jó megtapasztalni. Vagy ha most a nagyokkal kockákból építettünk fel, a kockákból hoznak létre dolgokat, innen tanultuk a perspektívát, már kimondjuk, persze hát kimondjuk, de mégiscsak ezt tudjuk lejátszani. Szóval nekem mindennek az az alapja, hogy akarja, szeresse, meg én is, mert hogy én bármikor leülhetek, amikor szabadidőm van, ők meg egy héten kétszer jönnek neki, akkor kell abba a helyzetbe kerülni, hogy ő most itt nagyon akar valamit csinálni. Máskor neki otthon dolgozhat, amit akar, de ez nem az, amit én kigondolok. Igazából ugyanaz az óra keret van, tehát ugyanúgy ők 4 órában tanulnak, ugyanúgy, ahogy eddig is, és akkor még 2 év kerülhet hozzá, hogy az alapvizsgáig eljussanak. Itt marad ugyanaz a játékosság, viszont mivel az alapvizsgának a feltétele a perspektívikus rajzolás, ezt ők megtanulják, tehát szépen már 4. is voltak erre kísérletek, mindent megteszek, hogy ez is lehetőleg játszva legyen, de egyre jobban előjön, hogy ki az, akit érdekel, egyre hosszabb ideig tudnak egy dologra koncentrálni, úgyhogy nem szokott ez problémát okozni, hogy na most akkor megtanulunk valamit, úgyhogy meg is figyeljük, és le is mérjük, és akkor úgy rajzolunk meg, sőt, örülnek, hogy egy tónusos rajz is készülhet. Ebben az iskolában körülbelül 10 éve tartom a néptáncszakos gyerekeknek a néptáncot. A gyerekek heti 4 órát kapnak, 1.-3. évfolyamig tanítom nekik a táncot. A szülőknek az itt tanult játékokat, táncokat, koreográfiákat minden évben, évvégén a táncgálán szoktuk bemutatni. Az évvégi gálákat mindig egy tematika kíséri végig. A Forró az esztendőkereket című műsort mutattuk be, ahol pünköstől pünkösig az összes magyar népszokást próbáltuk feldolgozni, amit azért tartok fontosnak, mert a mostani életben ezek nagyon nincsenek előtérbe, hogy milyen volt régen a gyerekek élete, hogy mik voltak azok a nagyon fontos jeles napok, amik köré fűződtek az akkori gyerekek szokásai, milyen volt a családi rend, meg a hagyomány. Nagyon komplex képzést kapnak egy táncórán belül, vagy több táncórán belül, ami esetleg más tantárgy tanulásában is segíti őket. Megtanulnak nem önállóan, hanem csoportban gondolkodni, kialakul a szabálytudatuk, mozognak, ami szerintem a mostani világban nagyon fontos, ritmuskészségünk fejlődik.